A liverpooli vezetők abszolút abban gondolkoznak, hogy a Péter a közeljövőben valamikor, a közeljövő nyilván jelen pillanatban nem behatárolható, és sok mindentől függ, de valamikor a Liverpool első csapatának a játékosa legyen. Ők szisztematikusan építik őt föl, tehát ez jól nyomon követhető abban is, hogy ugye először védett a Liverpool reserve-ben, amikor azt kinőtte, akkor a felkészülési időszakokban kapott lehetőséget az első csapatban is, és kölcsönadták először a harmadosztályba, a League One-ba, két különböző klubhoz, mind a két helyen jó teljesítmény nyújtott, azt követően volt egy időszak, amikor második számú kapusként ült a kispadon, és most pedig az a döntés született nyáron, ez egy közös döntés volt, a mi igényünk is ez volt, a Péter ezt kérte, hogy szeretne védeni, a Liverpool is úgy látta jónak, hogy inkább szerződtet egy rutinosabb játékost a kispadra, aki ott elüldögél a Reina mögött, és közben a Pétert pedig hozzásegít ahhoz, hogy megfelelő tapasztalatokat szerezzem. A Liverpool azt mondta, hogy nem szeretné kiengedni Angliából, és ezért a Championship-be keresünk neki csapatot. Találtunk közösen egy csapatot, most a Péter ott véd. Ez is egyébként jelzi a Liverpoolnak az elképzeléseit, hogy ők nem gondolkoznának abban, hogy a Péter lehet a Liverpool első számú kapusa valamikor, akkor megengedték volna nekünk, hogy szerezzünk egy csapatot Olaszországból, Spanyolországból, Németországból, de ők azt mondták, hogy Angliába kell maradnia, mert az angol futball elsősorban kapus szempontjából annyira specifikus, és annyira más, és annyira különbözik minden más európai bajnokságtól. Mondjuk azt mondták, ha Péter Liverpool kapus akar lenni, már pedig mi azt akarjuk, akkor itt kell maradni Angliába, és ezt a futballt kell szoknia. Úgyhogy most a Péter szokja is, ez nincs könnyű dolga, mert azért a megnézett Championship bajnokit, az látja, hogy a kapusokat milyen igénybevételnek vannak kitéve. Van olyan játékos most is Liverpoolban, jelenleg azt gondolom talán negyedik számú kapusnak számít, aki a Péterrel egyidős, együtt kerültek oda, ő is volt kölcsönben sokáján, de most negyedik számú kapusként van ott Liverpoolban, és még most is véd a reserve-ben, ahol még a Péter már két éve nem védett mérkőzést, de nyilván azt a fiút is még ott tartja Liverpool valamiért, még őt is figyelik, még őben is látnak potenciált, de jelen pillanatban Péter nagyságrendekkel ő előtte jár, de nyilvánvaló, hogy a Liverpool is, mint minden más klub, figyeli az európai piacot, és nézik a játékosokat. Jelen pillanatban nem gondolkoznak abban, hogy a Péter életkorához közel eső kapust igazoljanak. Ez pedig azt jelenti, hogy a Péter a kiválasztott most, tehát ha ő megfelelő ütemben, az eddigi ütemeknek megfelelően halad, az ő fejlődése nem torpan meg, megugorja most a Championship-et ugyanúgy, ahogy megugrotta a League One-t, akkor valószínűleg továbbra is a Liverpoolnál ő lesz az első számú kiszemelt arra, hogy valamikor majd a Pepe Reinának a nyomába lépjen. Az nyilván mindig egy kérdés vet föl, mi történne akkor, ha mondjuk most nyáron a Reina elkerülne Liverpoolba, akkor hogy döntene a Liverpool? Rábíznák-e Gulácsi Péterre a Liverpool kapuját, vagy pedig azt mondanák, hogy na, ez még korai, védjen a Péter még egy évet a Championship-be, vagy lépjen a következő szezonba egyet előre, és már védjen egy kisebb Premier League klubban, vagy pedig azt mondanák, hogy na, hát akkor itt a lehetőség, nézzük meg, és most akkor tegyük őt be, mert úgy szerepelt a Championship-ben, és mondjuk teszem, az feljutott a csapatával a Premier League-be, és akkor már lehet, hogy ez a fiú érett erre. Tehát ez nagyon sok minden nem múlik, leginkább a teljesítményén a kapusnak, meg hát nyilván azon, hogy kik vannak még ott. Tehát a Reina, amíg akar, addig ő lesz a Liverpool első számú kapus, ez egyértelmű. De ha már így eljátszottuk a gondolattal, hogy elmegy a Reina, akkor szerinted hogy dönten a Liverpool ezek a felsorolt variációk közül? Ezt nem lehet megmondani, tehát nagyon sok minden függ azon, hogy addig mi történik. Tehát, hogyha mondjuk a Reina nyáron elszerződne, akkor most azt is kellene tudnunk, hogy nyárig a Péterre mi történik, hogy mondjuk úgy szerepel a Hull City-ben, hogy folyamatosan remekül, és a klubja feljut az ő parádés teljesítményének is köszönhetően, akkor nyilván könnyebben gondolkoznak azon a Liverpool vezetői, hogy na, ezt a fiút akkor ne engedjük most már sehová, ne adjuk kölcsön még egy évre, hanem tegyük ide be. De lehet, hogy azt mondanák, hogy még mindig nem, mert azért Angliában nagyon-nagyon-nagyon sok időnek el kell telni, amíg egy fiatal kapusba bíznak. Tehát ők úgy vannak az angolok, hogy a kapus az olyan 25 éves korban születik nagyjából. Tehát addig nem is kapus, hanem addig kövessen el minden hibát, amit el kell követni,
valahol, de ne nálunk, és majd amikor már minden rutinja megvan, amikor már mindent tud, akkor tegyük be. Tehát most mindenki beszél a Pepe Reinerről, és mindenki a világ egyik legjobb kapusának tartja, de kevesen emlékeznek arra, hogy volt időszak, amikor annyi idős volt ő mondjuk, mint a Péter, amikor Spanyolországban sem tudott leülni, nem tudott kapuba állni, hanem koptatta a kispadot, és amikor betették, akkor meg nagyon rosszul sikerült neki, tehát az ő karrierje majdnem félre siklott. Volt, amikor Petrček bedobta a saját kapujába a labdát, arra már megint senki nem emlékszik. A Péterről mindent elmond, hogy ő a legfiatalabb kapus a Championship-ben. Tehát amikor a League One-ban volt, akkor is a legfiatalabb kapus volt, és most a Championship-ben is ő a legfiatalabb kapus, aki kezdőként lehetőséget kap, és szerencsére ezzel a lehetőséggel él is egyelőre.